Novigre. Una hit da talon su te. Anite, servus, toc. Servus. Servus, indulas. Menjünk, Gára, vasárnap minden percéért. Igazad van, gyerünk. Érdemes megfigyelni, hogy pár év alatt milyen tért hódított a szemvédelem. A különféle szemüvegfajták gyorsan elterjedtek. Divattá lett például a napszemüveg viselése, pedig nem is kötelező. Vajon a munkahelyeken, azokon a munkaterületeken, ahol a szemüveg viselése előírás, ott is ez a helyzet? Mintha nem is ugyanazokat látnánk, mint az előbb. Ezt az esztergályost úgy látszik nem zavarják a pattogó forgácsok. Pittyet hány a mellette villogó ívfényre az a hegesztőnő is, aki pedig uton útfélen viseli a napszemüveget. A savakkal, lugokkal dolgozók szeme is veszélyben van. Egyáltalán mikor viselik a homlokra tolt szemüveget? Ilyen esetben. Amikor a munkavédelmi őrök vagy más felettesek megjelennek, szóval amikor a hivatalos szervek is látják. Ez a helytelen üzemi gyakorlat a szemsérülések gyakori forrása. Kezdjük mindjárt egy körkérdéssel. Miért nem viselik a legtöbb munkahelyen az előírásos szemüveget? Ugyan kérem, fölösleges! Mielőtt vitába szállnánk, kérdezzünk meg mást is. Mi a köszörűs véleménye? Kényelmetlen. Kényelmetlen? A legenyhébb szemsérülés esetén az orvosi kezelés nem kényelmetlenebb? A savazó pedig ezt válaszolja. Bepárásodik. De ezen könnyen lehet segíteni. Viszont a vegyi anyagok okozta szemsérülések mindig a legsúlyosabbak. Hasonló a helyzet az elektromos szemsérülésekkel is. Gyakran előfordul, hogy a hegesztők egymáshoz közel dolgoznak. Használják ugyan a védőpajzsot, de ilyen esetben a két hegesztő közé válaszfalat kell húzni. Miért nem tartják be az előírást? Én dolgozom itt régen. A szaktárs meg csak most jött. Hát ő a fiatalabb, neki kell behúzni a válaszfalat. Van is nekem időm arra, hogy húzogassam. A védőpajzs bőven elég. A védőpajzs épp úgy, mint a legtöbb szemüveg, a szemet csak előről védi. A válaszfal szerepe azért fontos, mert az oldalról jövő és nem kevésbé veszélyes sugárzást megakadályozza. A vitában az a vesztes, akinek a szemét hosszabb ideig éri a sugárzás. De talán még segíthetünk. Vigyázzon! Vigyázzon! Ez lenne a szabályszerű, de miért csak akkor tartják be az előírásokat, ha a felettesek látják?
történetnek ezzel még nincs vége. Az ultraibolya sugárzás okozta fájdalom ugyanis nem jelentkezik azonnal. A hegesztőnő munka után hazamegy. Este már szúr a szeme, nem tud olvasni. Rövid időre elalszik, de a fájdalom egyre jobban kínozza. Ha nem látna, tudna a saját lakásában tájékozódni, hiszen ezt ismeri a legjobban. Ne vegye le a borogatást a szeméről, próbálja meg. Tudna így élni? Nem. Nem. Kérem a következőt. A mechanikai, vegyi és elektromos szemsérülésekről a legtöbb példát mi szemorvosok tudjuk felhozni. Az öntő nem használta a védőszemüveget. Az eredmény egy életre szóló tanulság. Kérem a következőt. Hogy történt a baleset? Köszörülés közben. A köszörűs régi ismerősünk. Vele is az történt, mint sok más munkatársával. Csak addig használta a védőszemüveget, amíg a munkavédelmi őr a közelben volt. A figyelmeztető táblák és a rendszeres munkavédelmi oktatások ellenére sokan a vak véletlenre bízzák a szemük világát. Érvelhetnek-e komoly, értelmes felnőtt emberek a védőszemüveg használata ellen azzal, hogy kényelmetlen? Hogy felesleges? Vagy hogy bepárásodik? A savazó, amikor szabadnapján a motorjával kirándul és a természet szépségeiben gyönyörködik, olyan természetesnek veszi a motoros szemüveg használatát. Most a munkahelyén súlyos vétséget követel. Nem a figyelmeztető táblák, nem a szabályok, nem a munkavédelmi őrök ellen, hanem saját maga ellen. Nem kisebb dologról, mint a szemünk világáról van szó. Ezt nem szabad elfelejteni. Viszontlátásra. Kérem, valaki kísérjen át a másik oldalra. Tessék.
kérem.